Egyedülálló pályafutásával, fáradhatatlan lelkesedésével ő is beírta magát a Ferencváros történelmébe. Az idei kerület napján polgármesteri elismerésben részesült Régi Idők Nagy Fradia Rákosi Gyulával. Rákosi Gyula 1938. október 9-én született. A Ferencváros saját nevelésű játékosaként összesen 512 mérkőzésen szerepelt, ebből 332 bajnoki, 168 nemzetközi, 22 hazai díj mérkőzés volt. 116 gólt szerzett. 1974-ben az FTC örökös bajnokává választották. A 41-szeres magyar válogatott ma is a Fradinak adja tudását, hiszen edzőként az utánpótlás nevelés a legfőbb tevékenysége. Rákosi Gyula, polgármesteri elismerő oklevél. Kérem a díjazottat, hogy fáradjon ide átvenni. Mielőtt örökös részévé vált a Ferencváros zöld-fehér vérkeringésének, itt az 1950-es évek elején mit hallott a Ferencvárosról? Mit hallott erről a világról, amikor még kis gyusziként? Most is az vagyok. Hát mit hallottam, a család akkora fradista volt, hogy nagyon nagy, és amikor már a egy évre tervezett cipémet szétrúgtam az utcán, akkor apám azt kérdezte, hogy na, megyünk foltba, hova akarsz menni? És nem azt mondtam a Fradiba, hanem a Dózsába. Nem is a Dózsa, hanem a Szusza Feri bácsi, az kedvenc volt, mert a Szusza, meg filmek, szóval olyan jó. Egy nagy füles után apám azt mondta, szó se lesz róla, irány a Fradi pálya ülőjút. Ez 1952 őszén volt. Fradista volt az egész család, az egész rokonság vidéken, meg ahol rokonok voltak, más nem lehetett, mert el volt üldözve a családból, ha valaki másnak drukkolt. És milyen volt a fogadtatás? Érdekes volt, mert akkor nem volt sok gyerek, az első toborzon csak 100 fölött volt. Mivel a pályán nem fér el ennyi gyerek, kimentünk a Népligetbe, ahol most nem tudom, most még van-e végállomás, trollibusz, meg 55-ös busznak volt, és ott a fák között játszottunk, és a Száger Misi bácsi volt az első edző, aki úgy nézte a srácokat, kicsi gyere, holnap is jöhetsz, kicsi gyere, és akkor volt, aki lemorzsalódott, de nem küldték el, ez egy óriási tanulság dolog, hanem azt mondták, te menj atlétizálni, vízipolózni. Egy más világ volt, mint ami most van. Akkor, akik ezzel foglalkoztak, felnőttek, azok a sporttól értek. És segítettek bennünket, hogy mindenki a megfelelő tudásához képes, vagy hozzáálláshoz képes azt a sportágat válassza. Milyen becenevei voltak már akkor? Hú, hát akkor még csak Gyuszi voltam, aztán később változott. Hát voltam egy Matyi, kicsi, kínai, első felnőtt edzőm, 1957-ben dr. Csanádi Árpád volt, az meg Cedenbálnak hívott. Azon meg is értettem magamban, mert hát azért szóval, de nevek azok ragadtak rám, de főleg a kicsi Matyi és a kínai. Mászlós Sany az kínainak hívott, Flóri az kicsinek, Alajos Szücslős meg össze-vissza, ami eszébe jutott. És ugye említett az 1957-es dátumot, egy nagyon meghatározó időszak volt a Ferencváros életében. Konkrétan ebben az időben mutatkozott be ön is a felnőtt csapatban, és tulajdonképpen ez az időszak éppen már a forradalom leverését követően minden próbált visszacsöppenni a régi kerékvágásba. És ebben az időben már egy foci meccs is egy apró ajándék, egy apró örömet jelentett? Hát ennek előzménye van, ugyanis a vissza a eredeti kerékvágásban nem tudott visszatérni a labdarúgásunk, mert a forradalom ideje alatt, előtt, utána nagyon sokan diszidáltak, ahogy akkor mondták. Én, hogy mondjam, egy kicsit annak is köszönhetem, hogy oda tudtam egy kicsit kerülni, mert nagyon sok ügyes labdarúgó volt a mi időnkben, gyerekkoromban, akik imádták a sportot, legyen az a labdarúgás, de főleg a labdarúgást, és azáltal, hogy sokan kimentek, hát kevesebb lett a jelölt, és aztán
onnét az IFI-ből az föl lehetett kerülni az első csapathoz. Hát sok hiányosság volt, de a lendület, az akarat, a hozzáállás az megvolt a szurkolókban, megvolt a játékosokban, és együtt próbáltunk örömet szerezni egymásnak. Abban az időben hány ezer néző volt a látókon? Hát nehéz lenne megmondani, nem volt sok, 80-90 ezer, attól fikó játszottunk. Hát ülőtön az teltház volt, a régi Fartribün csodálatos létesítmény volt. Aztán később a stadionban meg hát általában, tehát pláne amikor páros rangadó mérkőzések voltak, akkor meg tehát öröm volt nézni, hogy ennyi ember jött ki szurkol. Imádták, szerették a futballt, ma már ezt nem mondhatom el. De hogyan érne le azt a világot? Milyen volt? Olyan, hogy aki abban a világban élt, aki abban az időben mérkőzésekre jöttek ki, egy olyan élményt kaptak, mint a szurkolók is, mert mi is szívesen emlékezünk vissza azokra, ugrattuk egymást, rikáltuk egymást, soha nem voltunk ellenségek, még a régi játékosokkal szemben se, szurkolókkal meg hát barátok voltunk, és büszkén merem azt mondani mai napig is azért, néha-néha még a villamoson, majd buszon, a metron megismernek, és egy olyan jó érzés, hogy ezek abban az időben kint voltak, és hát csak a szépre emlékezünk. Vannak esetleg olyan kedves emlékek is, amelyek így a szurkolókhoz fűzik? Kedves? Hát a kedves az, amikor győztünk és tapsoltak felállva. Kellemetlen, amikor kikaptunk, mondjuk az ritkában volt, amikor hát szittak bennünket. Hát nem úgy, mint most, mert azért abban az időben a szurkolók többsége, hát majdnem, hogy szakember értette a labdarúgáshoz, ma meg már sajnos sokan nem értenek hozzá, csak szurkolnak és a balhét keresik a lelátókon. Igaz, hogy összehasonlították az ön játékát David Beckhammel? Ezt most hallom először. Hát mondjuk, ha viccelni akkor Beckham sokat nézett engem, mert mennyesett labdákat én kezdtem el először Magyarországon, és Beckham is nagyon jól adta be. Hát köszönöm szépen, ezt még nem hallottam, de ez nagyon nagy dolog számomra. Szívesen vállalom ezt a nevet, mert nagyon jó labdarúgó volt. Én mindig a magyar játékosokból indultam ki. Én a Puskás Öcsi bácsi, Kocsis Sanyi bácsi, és ezek, ez a 50-es évek aranycsapata, mai napig is ezek vannak előttem. Mitől volt az ön játéka igazán különleges? Mitől vált igazán legendává, mit gondol? Hát a legendává azért, mert már megöregettem, és a múlt az mindig szépen emlékeznek vissza, pláne nem lenne gond, hogyha jó lenne a magyar foci, és kint lennék a világban, olimpián, mindenhol ott lennénk, akkor minket is szépen elfelejtettek volna, mint ahogy a régi labdarúgásban is, hát inkább a Puskás Öcsi bácsit emlegették, igaz? Jó, meg is érdemlik persze, hogy az a legenda, nem voltam egy nagy tehetség, egy olyan srác voltam, aki nagyon sokat tudott futni. És ezt az adottságot kihasználtam, és menet közben azért én is egy kicsit ragadt rám a fociból, és olyan társak voltak, hogy csak a csatársort mondjam, a Szőke Varga, Albert, Rákosi Fenyves, Ötösfogat, akik mellett könnyű volt. De én ezt vállaltam, és ezt próbáltam erősíteni edzéseken, hogy erőlétem jó legyen. Hát sok mindenről le kellett mondani, megírte, és oda tudtam kerülni a Ferencvároshoz, oda tudtam kerülni a nagyválogatotthoz, oda tudtam kerülni az olimpián, úgyhogy most is szívesen ugyanígy megcsinálnám. És mit gondol a Ferencváros történetében, melyek azok az igazán különleges dátumok, amelyeket egyetlen egy fradistának sem szabad elfelejtenie? Hát amikor először bekerült a nagy csapatba, és teltház előtt játszott, meg hát a bajnokságok, kupa győzelmek, ezeket mi nem felejtjük el a 1965-ös VVK győzelmet például, szóval. De én minden olyan mérkőzés, ahol játszottam, és főleg győztünk, azokat én nem tudom elfelejteni, mert mindig öröm és örömmel gondolunk vissza rá. Amikor visszavonult, és eljött az életében a búcsú mérkőzés, hogyan éli meg egy olyan játékos a búcsú mérkőzést, aki tulajdonképpen a motorja a csapatnak? Egyik motorja. Egyik motorja. Mert volt más is. Hát ez egy érdekes kérdés, mert az én visszavonultatásom az erőszakra ment, tehát még egy-két évet el tudtam volna játszani, de hát az ember megérti, hogy jönnek a fiatalok, az természetes dolog, de lehet úgy is csinálni, folyamatosan beépíteni, ami a magyar labdarúgásnak egyik rákfenéje lett az, hogy egyből fiatalítás, az nem megy, az időseket soha nem kellett volna elküldeni, ide előtt elküldeni, inkább ott, mert hadd tanuljanak a fiatalok. És hát olyan volt, hogy
mondom, még egy-két évet el tudtam játszani, és akkor akkori elnökünk, a Harót János úr fölhivatott az irodába, hogy vállaljam el a IFI első csapatot. Hát mellbevágás volt, mert még éreztem magamban több időt. Egy nap gondolkodás időt kértem, és másnap visszamentem, és mondtam, hogy köszönöm, elvállalom. Azért, mert a Nyilasi Rapti Bonhaus magyar, szóval olyan ifisták voltak, hogy később válogatott játékosok, boldogan elvállaltam. És akkor mondta elnök úr, hogy várj egy kicsit, még azért hirtelen beleessel azért mégis egy olyan csapat. Jövőre, most a IFI 2-t. Hát mondom, Jani bácsi, gondolkodhatok? Azt mondja, rövidig. Mondom, akkor röviden. Vagy most, vagy nem. De mondom, tessék, kössünk egy üzletet. Meg tudod ígérni nekem, hogy jövőre is te vagy az elnök? Na jó, azt mondja, menj a csodába, tiéd az ifja. És akkor, hát nehéz volt az átállás, mert sokszor álmomba futottam, arra ébredtem fel, hogy sírtam is, meg izzadtam. Ez egy kegyetlen dolog, de hát a búcsú az mindig nehéz. Legyen az akárhány éves az ember, ha valamit abba kell hagyni, akkor az ember úgy elszomorodik. De most már boldogan emlékszem vissza, mert mondom, olyan ifi bajnok csapatot kaptam, kivel később bajnokok lettünk, és ez nagyon nagy dolog. És azok a játékosok zöme válogatott lett. És búcsúzás, akkor milyen időt élt a Fradi? Vegyes. De akkor még bár most lenne olyan jó. Hát ott voltunk elől, jó csapat volt, jó játékos állomány volt, és később egyre jobb lett aztán. BL-be bejutott a csapat. Szóval sokan pozitív dolog volt, amire az ember szívesen visszagondol. Átmenet jól sikerült, a fiatalok, Moha Jóska, Kül Lajos, akik abban az időben, mint balösszekötők, vagy mondjam mai nyelven baloldali futó ember, nem helyes, mert összekötők voltunk, azok tudták pótolni, akik abba hagyták a idősebb játékosokat. És jöttek az eredmények. Nagyon hamar kiderült, hogy tényleg edzőként is kiemelkedő. Hát ez nem derült ki, nagyon hamar szerencsés voltam, mert mondom, olyan ifi csapatot kaptam, hogyha ön lett volna az edző, akkor is bajnokságot nyertünk volna, mert nagyon jó játékosok voltak. Jó, hát kellett hozzá az egyéniség, az én lelkesedésem, az őszinte szó, mert azt mindig utáltam, ha valaki szemembe hazudott. És úgy összejöttünk a csapattal, hogy könnyű volt. Habár a döntőt, utolsó bajnoki mérkőzés, hát már bajnokok voltunk, ülőtön játszottuk 5000 ember előtt, és kikaptunk, szóval az egy kicsit szomorú volt, de hát a bajnokság az mindent felettett, és annak duplán tudtunk örülni. És hogyan jutottál Kuvaidba? Kuvaidba? Hát, hogy mondjam, rábeszélés. Nem akartam is soha elmenni, csak nagyon sokan mentek abba az időbe külföldre, és bementem, akkor úgy hívták OTSA, és jelentkeztem a Gyula bácsinál, hogy hát szeretnék beállni abba a sorba, hogy egyszer rám kerül a sor, azt mondja, itten nincs olyan sor, aki megérdemli, hát én nem kerültem volna ki soha, mert valistákat másképp nézték abba a helyiségbe, és a Páncsis Miki, dr. Páncsis Miklós mondta, amikor emlősz elnöket, te menj ki Kuvaidban, na hagyjál már, hát arabul megtanulni, meg minden, azt mondja, gondolkodj rajta, a lényeg, gondolkodtam rajta, és akkor jött a lehetőség, és sikerült kimenni, és mondták, hogy hát tanuljak angolul, tanultam. Kimentem aztán 17 évesek, egyik legszegényebb klubhoz kerültem, Al-Nasser úgy hívták, és az mind arab gyerekek voltak, és a környező ország, szegény országokból jöttek, hát ott dolgoztak a szülei, a papa ott dolgozott a pályán, pályamunkás volt, és a gyerek ott játszott, tehát nem a legjobbak jöttek oda, és rájöttem, hogy hát angol tudás semmi, az, hogy vagy kapitány, meg azon kell, aztán arabul, hát én nem perfektő nem tanultam, meg csak azokat a szavakat, mondatokat próbáltam, hogy passzoljon, ne cselezzen, fusson, ezeket. Aztán bebeszálltam játszani közéjük, volt, amikor belém rúgtak, mondták, hogy elnézést, mondtam, semmi probléma, következő alkalommal visszaadtam neki a gyereknek, azt én mondtam, hogy elnézést, akkor én nagyon jó barátságot kötöttünk. Hát első mérkőzésről nem szívesen emlékszem, még lesültem a kispadra, és már gólt kaptunk, ellenfél kezdett, és a vége 14-1 lett az ellenfél javára, de akkor még nem ismertem a csapatot, és utána aztán egy kicsit megváltoztattam. És ők kint ismerték a magyarokat? Ismerték a magyar futballt? Igen, a Puskásékat, igen. Ha meghallotta, hát most is, akárhol megy az ember, meghallja, hogy magyar hang, akkor egybe a Puskás mondja. Hát ez egy olyan név, hogy ez a világon mindenhol, de minden meg is tett érte, hogy ezt a nevet
mindenhol mondják. Aztán ugye egy nagy kanyarral, de visszatért a Ferencváros életébe. Igen, hát egy érdekes kanyar volt. Aztán nagy nehezen sikerült visszakerülni a Fradihoz, ami hát nagy öröm volt számomra, mert én soha nem akartam elmenni a Fradiból, de hát a körülmények úgy hozták. Tudni kell azt, hogy 75-ben, amikor a bajnokságot megnyertük, akkor a Bozsik Józsi Cucubán megkért, hogy gyere be a szövetségbe ifi kapitánynak, magyar ifi válogatotthoz, mondom. Józsi bátyám, én ide. Én nem érzem jó magam az irodában, én kint a pályán jobban. De a lényeg az, bekerültem, és akkor egy pár évet lehúztam ott, és aztán utána volt egy kis vándorlás jobbra-balra, de ifi arra az éveim nagyon szívesen emlékszem, azért kétszer UEFA kupán, egyszer Svájcban ezüstérmet nyertünk, nem, itthon nyertük az ezüstérmet, először volt a Svájc, ott a bronzérövet nyertünk. Az élmények megvoltak, kétszer kint voltunk a ifi világbajnokságon, 77-ben Tunéziában, 79-ben Japánban, szóval ilyen emlékek is, ez mind nagyon szép. Jó, a csoportban nem jutottunk tovább, mert nagyon jó, hát a Maradona is játszott a japán világban, szóval jó ellenfelekkel játszottunk, és de akkor is úgy emlékszem vissza, hogy az nagyon szép időszak volt. Hát aztán, mint az edzősor olyan, hogy hát menni kell, akkor megy az ember. Én soha nem csináltam ügyet, hova lehetett, elmentem, voltam élni. Vácen Lászlótól kezdve Új-Lengyőre, szóval több ilyen kisebb helyen, szívesen, és nagyon jól éreztem magam kisebb csapatoknál is, és mindig bíztam abba, előbb-utóbb vissza fogok kerülni, és aztán idővel sikerült visszakerülni az első csapathoz, és ott 2,5 évet lehúztunk. A fél év alatt ötödikek lettünk, utána másodikok ezüstérem, és akkor harmadikok lettünk, és a vezetőség ígéret ellenére, ha dobogón végzünk, akkor maradhatunk tovább. De hát dobogón végeztünk, hát ezt mégsem maradhattunk. Abban az időben hát az Albert Florian volt, ahogy most mondják, szakmai igazgatóim voltam a vezetőedzés, a Szűcsolajos a hármasban csináltuk, és jó kis csapatunk volt, például a bajnokság, amikor másodikok lettünk, akkor egy 11-esen múlt a Honvéd ellen, ha Fischer Park berúgja, akkor mi vagyunk a bajnokok. Szóval ilyen, mindig ott voltam közel az aranyhoz, csak aztán soha nem sikerült, már a felnőtteknél. És ugye ígértem, hogy beszélünk a jelenről, a jelen fociáról és a jelen Fradiáról. Mit gondol most a csapatról, a vezetésről? Kezdem a vezetőséggel. Amit a vezetőség produkál, az fantasztikus. Bár a csapat a felét produkál, nem egy csapat, negyedét produkálnám, örülnék neki, mert ami meg kell nézni a Népligetet, hogy milyen rend van, az a Népliget, mikor én átvettem az ifit, akkor egy kastély volt ott, és azt mondtam, Istenem, hogy milyen utánpótlást lehetne építeni, és most ott van a székhelyünk, vagy meg kell nézni a ülőti a stadion, hogy hogyan épül, fantasztikus, csodálatos lesz. Vezetőség mindent megtesz azért, hogy minden jó legyen. Hát mondjuk a csapatnál egy kicsit más a véleményem, mert olyan játékosok kerülnek ide, akik... Szóval most jelen pillanatban a csapat az közepes. Már inkább úgy mondom, ahogy engem osztályoztak, hogy gyenge közepes. Úgy volt a hármas, az volt a közepes az én időmben, és alatt egy vonal volt. Tehát, ha nagyon jó indulata akarok lenni, amit nem akarom bántani, mert kívülálló az mindig okosabb, de ez a tapasztalat, és erre büszke vagyok, hogy azért akire mi, a Flóri, a Lajos, meg én azt mondtuk, hogy gyenge vagy jó, akkor az mindig állt. Szóval nem szeretünk sose púderozni, ahogy mondtam már, és most is, és mindig elmondtuk, hogy sajnos 8. éve megy ez a, hogy 5 évig voltak angolok, most 3 éve van az új vezetőség, és 8. éve a Ferencvárosban nincs jobbek. És minden évben elmondtuk jobbek. Tehát posztra, hiányposztokra kellene igazolni, mind a mi időnkben. Hát ilyen, ott volt az Albert, nem hoztak oda még 3 centet, mert tudták, hogy a büdös életben nem fog bekerülni, ha Flóri egészséges. Most meg az van, hogy jönnek középpályára, jönnek 18-an, mind középpályán, ott csak 3-4 játszhat, igaz? De nincsen egy jobbekünk. Szóval problémák vannak, és ami a legnagyobb probléma részemről, hogy a gyerekek, ahogy már említettem, a labdarúgás nem olyan népszerű, mint a mi időnkben, kevés gyerek van, kevesen szeretnek sportolni, érthető, hát ha minden jó megvan, akkor miért küzdjön? És ebből a kevésből nagyon nehéz kihozni olyan jó játékosokat. Vagy pedig a másik, hogy a szülők azon vannak 10-14 éves korban, a gyerek már menjen ki külföldre, mert mit látnak itt, ha van is egy ügyes gyerek,
nem akarok messze menni, volt nálunk a Schwab Dani, volt a Orosz Márk, mind nagyon tehetséges saját nevelésűek, és túladtunk rajta, mondom így, már elnézést, hogy így mondom. És a szülők azt látják, hogy nem lehet oda kerülni az első csapathoz. És ezért saját menedzserük van a tizenéves gyereknek, havi bizonyos összeget adnak, és kimegy külföldre, egy évig kint van a gyerek, ha minden igaz, megtanul egy nyelvet, és ha szerencsé van, akkor kint tud maradni. Ha nincs szerencséje, akkor még ebbe a gyenge focival mindig vissza tud jönni. Mit gondol, hogyha a mostani csapatot, csak ez tényleg egy ilyen feltételezett kérdés, hogyha a mostani csapatot megkapná tulajdonképpen az edzőjük lehetne, akkor hogyan építené fel? Először imádkoznék, hogy Isten őrzi, hogy megkapjam. Nem. Sehol nem vállalnak edzőséget, mert egyáltalán, szóval nem lehet úgy se vezetni a csapatot, mint ahogy a volt edző, a Ricardo vezette, hogy csak én vagyok az Isten, én vagyok a legokosabb, legszebb, én vagyok a főnök, úgy se lehet, mert azért vezetőknek is vannak észrevételeik, meg a vezetők teremtik elő az anyagi részt, tehát ott össze kell dolgozni. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy a közönség nagyon türelmetlen, nem akarom bántani őket, de sok fiatal, azt se tudják, mi a labdarúgás, sajnos így nőttek fel, de drukkolnak, és a sikert az boldogan úsznak a örömbe, és a vereséget nehezen tudják elviselni, és különbséget kéne tenni, hogy vereség és vereség, győzelem és győzelem közt is óriási differencia, mert úgy kap ki egy csapat, hogy jobb az ellenfél, akkor azt nem kell szégyelni. És nem csak az első helyet kell dicsőíteni, vagy ha mindahogy elmúlt hónapok alatt tapasztaltuk, hogy a győzelem, és volt olyan bajnoki mérkőzés, hogy hát komolyan mondom, sírni kellett volna, mert, és nem mondok klubot, megvertük hál' Isten a nagy riválisunkat, és ha bejön egy ideg, azt mondja, mi a vége a bajnokságnak, megnyertük a bajnokságot, akkor öröm volt megnyert. Szóval nem, más világot él ma mindenki, és ez nem jó a labdarúgásnak. Magyar vagy külföldi edzőre van szüksége a Ferencvárosnak? Én változok, magyar mellett vagyok, mert még a külföldi edző elmondja a tolmásnak meccs közben, hogy szólj már neki, hogy adja a labdát, addig már más a szitu. És a mai játékosok közt magyar kell. Én nekem ez a világ, mert most hiába jön, de a válogatott ér a világ legjobb edzője. Tényleg mindent tud, de nincs anyag. És ahhoz, hogy egy edző világhírű legyen, nagyon jó edző legyen, ahhoz játékos állomány kell és egy jó csapat kell. Jó igazolás, jó játék, legyen 2-3, mert azt mondják, hogy hát igen, sokba kerül, de sokkal olcsóbb, hogyha hiányzó posztra 2-3 játékos hoznak, akivel a csapat, mert az alap azért megvan, ahhoz kellene egy-két kimondott igazi labdarúgót mondani, aki hát egyet mondok, például a Real Madridból jött a Mateos, hát oda-vissza voltak, hát mi nem vagyunk oda, már a Szűcs Lajos, meg a Flórit is mondom, mert mindig velünk van, a Flóriá, hogy nem vagyunk oda, mert ilyen magassága, meg a Real Madrid, mindenki hanyatt esett, és majdnem, hogy hintóval vitték körbe a városba, hogy ez Budapest, és a mérkőzéseken még nem azt produkálta, amit joggal elvárnánk tőle, mivel a Real Madridba jött. Mi javasoltuk a Juhász Rolandot a Videottomból, mert akkor szabad volt, de hát edzőnek nem kellett, mert hát Matosz a jobb játékos. Szóval ilyen vélemények vannak, de mindig próbáljuk az igazat mondani, úgyhogy azért hajrá, Fradi, éljen Rákosi. Ja, az én vagyok, bocsánat, ezt kivágni nem kell, mert